Szeretettel köszöntöm Önöket. Mai vendégem, példaképem Györgyéné Ignác Judit. Szia Judit! Szia Lajos! Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásomat és hogy eljöttél. Azért hívtalak el, mert régóta úgy gondolom, hogy a nőknek, asszonyoknak a társadalomban sokkal nehezebb a helyzetük. Sokkal nehezebben tudnak érvényesülni, érdeket érvényesíteni. Hát még hogyha egy nő, egy asszony, ráadásul még roma is, akkor ez még plusz nehezékként ráül a vállára, és ennek ellenére te megharcoltad a magad harcait, megjártad a magad útját, és úgy érzem, hogy viszonylag most talán elmondhatjuk, hogy révbe értél, és hát ez ritka, és szeretnék egy olyan személyedben, egy olyan példát bemutatni az embereknek, lányoknak, nőknek, asszonyoknak, hogy igenis a sok nehézség és teher ellenére el lehet érni a célt. Hát igen, ebben igazad van, és ehhez nagyon nagy segítséget nyújtott, és úgy gondolom, hogy ez egy alap, hogy nekem a szülői hátterem az nagyon-nagyon erős, és nagyon-nagyon szeretetre, tehát nagyon sok szeretetet kaptam tőlük, és támogatást, ami nagyon sokban segített. Ha ők nincsenek mögöttem, akkor én mindezt valószínűleg nem biztos, hogy révbe tudtam vinni. Bogyiszlói vagyok, illetve hát én bogyiszlóinak tartom magam, 8 éve költöztünk be Szekszárdra. Édesanyám és édesapám, ők egy egyszerű emberek, általános iskolát végzett emberek, van egy húgom, aki 25 éves, és hát ő még velük együtt élnek. Az általános iskolát Bogyiszlón végeztem, és amikor végeztem, akkor jelentkeztem, hát ez egy nagy dilemma volt, hogy hova. És én fodrásznak szerettem volna jelentkezni, azonban hát nem igazán tetszett a mesterfodrászomnak a úgymond bemutatkozása, mivel ugye ő elkezdte ezeket a sémákat hozni, hogy még nem is ismert, de már, hogy pontosan kell bejárni, meg hogy itt nincs lógás, és akkor mondtam anyúnak, hogy hát ezt lehet, hogy anyu nem kellene erőltetni, de akkor mi legyen a másik. És mivel, hogy nem volt más ötletem, illetve lett volna, de azok nem tetszettek, úgy igazán nem álltak hozzám, ezért jelentkeztem a gimnáziumba. Hát ez ott nem volt nagyon jellemző, még akkor, ugye 16 éve Bogyiszlón, hogy gimnáziumba megy a gyerek egyből általánosba, hát a roma gyerek, ugye, de én úgy gondoltam, hogy azt megpróbáljuk. És amikor elérkeztem odáig, hogy érettségi, ugye előtte a felvételi, akkor nem tudom, emlékszel-e, voltak ezek a vastag könyvek, a felvételi kék könyv volt, igen, és akkor azokat én lapozgattam. És megpillantottam benne egy nagyon érdekes dolgot, a Zsámbéki Katolikus Főiskola, tanítóképző Katolikus Főiskola, és hogy romológia. Ez ugye engem nagyon megfogott, nagyon érdekelt, ugye hát a cigányságot nem akartam én semmiféleképpen elhagyni, vagy hogy így elfelejteni, hogy nem foglalkozni velük, mert igenis, hogy én nagyon szerettem Bogyiszlón élni, meg még most is, és az ottani cigányságot is nagyon szeretem, és szeretném volna nekik segíteni, hogy jobb életet éljenek. És ezért gondoltam, hogy akkor a romológiával szeretnék foglalkozni, és ezért oda beadtam a jelentkezésemet. De egyébként azt el kell mondanom, hogy a gimnáziumban is segítséget kaptam, mentor tanárom volt, mert akkor nem tudom, hogy most van-e ez a Soros Alapítvány, és ott engem segített a Soros tanárnő, még mindig így nagyon emlékszem az ő nevére, ő nagy segítséget nyújtott nekem mindenben. Melyik iskola volt ez? A Sztárai, azt nem mondtam, bocsánat, a Sztárai Mihály Gimnázium Tolna. Nagyon szerettem oda járni gimnáziumba, igazán ott is egy erős, stabil környezet vett körül, de nem volt nekem semmi gondom semmivel ott sem. Úgyhogy végül oda beadtuk. Anyuval elmentünk a felvételire Zsámbékra, hát nem volt egy egyszerű út, ugye, busszal odaérni, de nagyon pozitív élmény ért ott is. A felvételin ugye volt elbeszélgetés, alkalmassági is, és írásbeli is, és hála jó Isten segítségével sikerült, felvettek oda. Ezt ott 2 évig oda jártam. Mivel akkor én már megismertem a mostani férjemet, a Györgye Mikit, úgyhogy vele 1 évig, tehát úgy volt, hogy a 2. évben együtt jártunk föl Pestre, és
Hát ez nagyon megterhelő volt számunkra, az én családom számára, az, hogy minden hétvégén nekem oda-vissza kellett menni. Uh-huh. És ez főleg értem én ezt anyagilag is, és hát érzelmileg is. Mert amikor mentem vissza vasárnap este, és láttam az ablakokból kiszűrődő meleg családi környezetet uh-huh. a buszon ülve, akkor úgy nagyon-nagyon elszorult a szívem, és ez olyan nagyon nehéz volt nekem, mert nagyon szeretem most is ugye a családomat, és hát ugye nálunk ez romáknál szerintem nagyon jellemző ez, hogy nehezen engedjük el a gyerekeket. És így, meg hát láttam, hogy anyukám és apukám erőfelett plusz munkákat vállalnak azért, hogy nem kevés, ugye tudjuk, mennyibe kerül a főiskola egyetemi oktatás, hogy ezt mindezt előteremtse. És akkor így úgy döntöttem második év végén, hogy semmiféleképpen nem szeretném abba hagyni, ez eszembe sem fordult, hanem átjelentkeztem az I.S. Gyula, Szekszárdi I.S. Gyula tanítóképző főiskolára, uh-huh. és akkor ott, egyébként Pest, ott Zsámbékon egy nagyon-nagyon gyönyörű éveket éltem meg ez alatt a két év alatt. Nagyon jól éreztem ott magamat, és amikor átjelentkeztem az I.S. Gyulára, hát itt egy kicsit más volt ugye uh-huh. azért, itt ez egy nagyobb iskola is, de egyébként itt is jó volt. Nekem jobban tetszett itt az elméleti oktatási része, a gyakorlati az annyira uh-huh. nekem nem tetszett. Szóval a gyerekekkel szerettem volna én foglalkozni, miután megkaptam a diplomámat. Uh-huh. Nagyon szerettem volna tanítani, és a 3 hónapos gyakorlati, külsős gyakorlatomat azt a Bogyiszlói Általános Iskolába uh-huh. töltöttem természetesen, hol máshol, oda-vissza szerettem volna menni tanítani, és nagyon-nagyon jó leső érzés volt, hogy a gyerekekkel szinte együtt mentem a cigánytelepről, kézzel fogva uh-huh. mentünk az iskolába, és ők nagyon-nagyon felnéztek rám, és láttam, hogy csillogott a szemük, amikor kérdeztem tőlük valamit, és én nagyon jól éreztem ott magam. És akkor szerettem volna, hogyha oda fölvesznek engem dolgozni. Uh-huh. Hát ez sajnos nem sikerült. Nem jött össze ez a dolog. Beadtam máshova is a pályázatomat. Hát sajnos nem vettek föl sehova. Tehát ott álltam a munkavilágába. Igen, akkor ugye kilépve úgymond. Sajnos nem sikerült sehova felvételt nyerjek a környék iskoláiba. Még nagy reményt fűztem a Szivárvány iskolához, uh-huh. mert hát ugye tudjuk, hogy ott nagyon sok a roma származású gyermek, és én ott is nagyon-nagyon jól éreztem magam, míg uh-huh. a többi hallgatók ugye nagyon nagy nehézségek által mentek oda, nehéz szívvel, nagy teherrel. Én nagyon örültem, amikor oda kellett menjek, mert hát én ott szót értettem velük, illetve hát láttam, hogy befogadtak. Tehát nem úgy néztek rám, mint a tanítónénire, hanem hát ők kilek. Igen, igen, és meg is kérdezték, hogy de hogy itt vagy és tanítasz minket. Uh-huh. Úgyhogy ez így nagyon pozitívan ért engem, és szerettem ott is, szerettem volna ott is dolgozni, hát de sajnos oda sem vettek föl. Úgyhogy így tétlenül álltam, nem is tudom, talán fél év is, egy év is eltelt így munkanélküliségbe. Uh-huh. És akkor látta az egyik barátnőm, aki, hogy én itt így, hát úgymond szenvedek az életbe, és a Tolna megyei kormányhivatalnál dolgozott, és megírtunk együtt egy pályázatot, ami 3 évig adott nekem foglalkoztatást Bogyiszlóra, a Bogyiszlói Cigány Fiatalok Klubját megszerveztük, elneveztük Boci Klubnak. Hát én nagyon élveztem ezt a dolgot, ugye itt is visszakanyarodtam, azért nem adtam föl uh-huh. a fiatalokkal való foglalkozást. Ugye itt már általános iskolás gyerekekkel foglalkoztam. Uh-huh. Itt nagyon nagy segítséget kaptam egy... francia programon belül pályáztunk mi ebbe, és akkor itt küldtek engem képzésekre. Tehát itt a projektmenedzseri képzéstől az ECDL, számítógépes kezelői uh-huh. képzés, pályázatíró képzéssel részt vettem, és végigcsináltam, és akkor itt kapcsolatokat is tudtam építeni. Úgyhogy ezeket mindezt felhasználva a
bogyiszlói embereknek tudtam olyan segítséget nyújtani, hogy ruhagyűjtést szerveztem nekik, a gyermekalapítványtól nyertünk pályázatot, ez a konzervet, tehát ez a tartós élelmiszert osztottunk, aztán útpályázatot is nyertünk, tehát közút felépít, közút újítása. Ott a cigánytelepnek a bekötő szakaszát, tehát így próbáltam tényleg mindenben, amiben csak tudtam aktívan segítséget segíteni, nyújtani. Miközben te magad is ugye segítségre vártál. Kaptam, és így van, vártam is, és kaptam és akkor még fejlesztetted is magad a programon belül. Így van. És belefért még nagyon sok karitatív dolog ezek Igen. Baba-mama klubot szerveztem, ugye hát persze nem romák is jöttek, jöhettek, és nagyon tetszett még nekem az, hogy a húgom ugye 7 évvel fiatalabb, mint tőlem, és akkor az ő korosztályát próbáltam felkarolni. Ugye akkor ők voltak 7-es, 8-osok, és akkor őket próbáltam erre a klubba beinvitálni, és ott mindenféle ilyen szabadidős programokat, gyöngyfűzés, festés, kirándulás, Balatonra mentünk nyaralni, és természetesen mindezt ingyen, mert hát ugye pályázaton keresztül megnyertük. Csak hát ugye lejárt a 3 év a bogyiszlói önkormányzatnál. Ez még nagyon fontos dolog, hogy a cigány kisebbségi önkormányzat, akkor még ugye így hívták, a bogyiszlói cigány kisebbségi önkormányzat adta az irodáját, tehát én ott biztosította az infrastruktúrát számodra. Így van, köszönöm. És ezt nagyon szépen megköszönöm most is a Mihalovics Zsoltnak, hogy ezt így engedélyezték nekem. Úgyhogy hát lejárt a 3 év, sajnos nem tudtam fenntarthatóvá tenni ezt a dolgot, úgyhogy hát megint ott álltam, ugye, munkanélkül, és hogy akkor most mit kezdjek magammal. Azt hiszem, hogy akkor újra körbejártam az iskolákat a kis önéletrajzommal. Hát megint nem találtam nyitott kapukat, úgyhogy eljutottam odáig, hogy böngésztem az interneten, de akkor ugye már azért induló tőkére is szükség lett volna nekünk Mikinek, hogy elkezdjük a mi életünket, mert a gyanyosoméknál laktunk, és ezért úgy döntöttem, hogy elmegyek külföldre dolgozni. Na már most nálunk nincs meg ez, hogy a nőknek nem lehet így menni, és önmagát fejleszteni, és önmagát kipróbálni az életbe, mi már a mi generációnk nem így nevelkedett, illetve mi beás cigányok vagyunk, édesapám és édesanyám is. És te nálunk nagyobb azért a nemek közti demokráció. Igen, van lehetőség, igen, az emancipációra. Van lehetőség, van. Azért még mindig megvan az, hogy ugye a nőnek szigorú kötelező feladata a munka mellett. A munka mellett, hogy végezze le a háztartás, és ez nem a férfi, nálunk a férfi nem fog odaállni nagyon mosogatni, tehát azért az a mi feladatunk. Én el sem várom egyébként a férjemtől, úgyhogy kimentem külföldre, Angliába. Tehát volt lehetőség a mobilitásra. Megpróbáltad magad? Igen, megpróbáltam. Angliába sikerült egy öregek otthonába kérasszisztentként elhelyezkedni. Tehát ott betegápoló, idősek otthonába betegápolóként dolgoztam 3 hónapig. Hát ez nagyon kemény volt, úgyhogy tehát így a kapcsolatunkat is egy kicsit megviselte, és akkor azt mondtam, hogy jó, akkor nekem ennyi elég volt. Összetudtam anyagilag egy kicsit szedni magamat, és így hazajöttem. És akkor megint ugye hát munkanélküli lettem, úgyhogy akkor még egy lehetőség adódott külföldi útra, akkor a rokonaim szerveztek Hollandiába, egy olyan, de ez is romasághoz visszanyúlunk, mert hogy egy olyan munkalehetőséget, ez a Baranya megyei romákat érintette inkább, Siklós Nagyfalú egyházas haraszti környékét, hogy egy buszra valónyian kimentünk mi Hollandiába, paradicsom üvegházba csomagolni. És hát ugye ő a rokonom, az ottani terület igazgató volt, ő tudott hollandul is, meg még amellett még 3-4 nyelven, és akkor ő szólt nekem, hogy hát itt lenne ez a lehetőség, a gondolat, szedd össze a családot, és hát akkor menjünk. Mi azt hiszem Bogyiszlóról 89-en mentünk, ugye édesanyám, édesapám is, anyósom is, meg hát a rokonokat összeszedtük, és akkor így elindultunk a Baranya megyei romákkal egy buszra valónyian. Hatalmas
élmény volt, én nagyon jól éreztem magam köztük, tehát az énekléstől kezdve, a jó hangulat, az esti jókedvű nagy beszélgetések, zenehallgatások megvoltak, és hát ugye nagy házakban laktunk, gyönyörű családi házakban, dolgoztunk keményen, jól éreztük magunkat, de hát ugye ez sem lehet, aki ugye itthon szeretne élni, hazahúzza mindig a szíve, és én ezt így nem, nekem ez így nem tetszett a Hollandia, hogy, tehát én ott nem találtam meg a családomat, hát itthon volt ugye Miki, ugye főleg, és ezért hazajöttem. Ezért azt szeretném mondani, hogy édesanyám és édesapám, ők kint maradtak még 8 évig, sőt, hát apu még mindig kint van, anyukám ő hazajött, most már ő nem megy vissza, de hát... Szóval szép időszaka volt, nekem ez is nagyon tetszett. És akkor itt hazajöttem, újra Magyarországra, és akkor megszületett a Liliánám. Hála Istennek. Igen. Gratulálok. Köszönöm szépen, ő 7 éves most, beköltöztünk Szekszárdra, most már 8, ez a 8. év, hogy itt lakunk Szekszárdon. És amikor Lilikémmel 3 évig otthon voltam, és amikor ő elkezdett járni óvodába, akkor ugye hát én megint aktívan elkezdtem munkát keresni. Azért azt el kell mondanom, hogy ahogy mondtad, abban van igazság, hogy nagyon nehezen lehet roma nőként munkát szerezni. Később pedig aztán családanyaként. Végképp, még nehezebb. Így van, még nehezebb, rettentő nehéz. Tehát már odáig voltam, hogy én már akár egy takarítói állást is elvállaltam volna, csak hát ugye valamiből tartsunk fent a háztartásunkat. És megismerkedtem a Dömötörni Stolymár Orsikával, aki felvett az ő tanodájába, akkor napközit, a Sünyi családi napközit vezette, és ő felkarolt engem, és esélyt adott arra, hogy az ottani roma hátrányos helyzetű, illetve nem roma, roma gyerekeket tanítsam az ő napköziébe. Aztán később ugye újra indult a tanodája. Nem mellesleg a szakmádba tudjál dolgozni. Igen, így van. Tehát ott akkor tanítom. Nem is a tipikus módon, de azért mégis a szakmádban dolgozni. Igen, így van, így van, így van. És akkor a Comenius általános iskolába is ezáltal ugye már akkor az iskolákba betekintést nyerhettem egy csöpnyit. A Comenius általános iskolában voltam óraadó, és jött egy lehetőség, ami a roma diplomás főiskolát végzett, hát úgymond ugye külsős, vagy hát nem közalkalmazotti, nem köztisztviselői embereknek adott arra lehetőséget, hogy beintegrálódjanak a közférába, és így felvételiztem a kormányablak képzésbe. Ez megelőzte egy felvételi, ami Budapesten volt, és hát ott végül is akkor sikerült ez is ez a felvétel, és elkezdtem a kormányablak ügyintézői képzéstel járni a Tornai Bélába. Nagyszerű. Így nagy segítséget kaptam, azt azért még meg kell említenem a szekszárdi elnöktől, a Sárközi Józseftől, hogy ő szólt nekem telefonon, hogy erre volna lehetőségem, Juditka, elvállalod-e. És akkor hát ugye mondtam, hogy igen, szívesen elvállalom, tehát nem azt mondtam, hogy most itt ide is kell járjak 4 órát, meg oda is kell járjak 4 órát tanítani, ugye a Comeniusba és a tanodába, meg még a gyereket is nevelem, de én azt mondtam, hogy igen, megpróbálom. Örültél. És örültem a lehetőségnek, hogy láttam benne esélyt, és hálát adok a jó Istennek, hogy nem mondtam azt, hogy na, még ez is, én igen. Nem megyek, meg már elég volt a papírokból, mert ugye akkor már hát egy jó pár képzést szereztem, hanem azt mondtam, hogy jó, akkor megcsináljuk ezt is, hát ha lesz valami esélye a dolognak, és így is lehet, hál' Istennek. Csak sikeresen vetted az akadályokat? Igen, igen. Nem volt könnyű a kormányablak képzés, mert ugye hát mikor beültünk ezekre az előadásokra a Tormai Bélába, akkor én azt se tudtam, hogy miről van nagyon a szó, tehát nagyon sokat utána kellett olvasni. Nem voltál tulajdonképpen jártas addig a közigazgatásban? Nem voltam a közigazgatásban, államigazgatásban, abszolút nem voltam jártas. Végül is felvételiztem a szekszárdi kormányablakba. Hát akkor még okmányiroda volt, és az most itt dolgozom a
most. Mivel foglalkozol azon belül? Igen. Miben tudsz azoknak segíteni, akik most látnak téged, föl fognak ismerni a kormányablakban? Mi a szakterületed? Gépjármű és vezetői engedélyt készítek elsősorban. És hogy tetszik a közigazgatás világa? Nagyon tetszik. Én úgy érzem, hogy én itt jól érzem magamat, és... Elfogadtak, befogadtak, igen. Jól tudtál integrálódni. Igen. És esetleg a távlati céljaidat is itt képzeled el? Feltétlenül itt szeretném, igen. Nagyon örülök neki. Esetleg pár szóban, így a vége fele, a családodról, a férjedről, kisgyerekedről, hobbidról. Azt szeretném még, hogy én is abban látok igazából, és ezt így szeretném mondani is a többi romáknak, fiataloknak és a szüleiknek is, hogy mert hogy azt látom, hogy mindenki külföldre igyekszik, hogy külföldön próbál ugye megpróbálni, ahogy én is, és igen, ez is egy járható út, de nem egy egész életre. Mert hogy az ember szíve mindig hazahúzza, és azért mi magyarok vagyunk, nem csak cigányok, mi magyarok is vagyunk, és én nagyon szeretek itt Magyarországon élni, és ahhoz, hogy itt olyan társadalmi pozíciókat el tudjunk foglalni, ami ugye magasabb szintű, ahhoz igenis, hogy tanulni kell. És hogyha nehéz arra a vizsgára felkészülni, hogyha nem válasszuk tényleg azt, hogy nagyon nehéz, és akkor megfutamodunk, vagy meghátrálunk, kitartónak kell lenni, és igenis, hogy el kell olvasni 5-5-szörre, 6-5-szörre is, mert lesz neki gyümölcse. Tehát azt, hogy nem szabad feladni, hanem tanulni és tanítatni kell a gyerekeinket, mert ez a jövője mindennek. Ezt szeretném. Ez az üzenet. Igen, és én is a kislányomat német nemzetiségi óvodába irattam, mert hogy úgy gondolom, hogy a nyelv is nagyon fontos, és most szintén ő elsős a Baka István általános iskolába, és ott is német tagozatra irattam. És őneki megadok minden lehetőséget, hogy még többre vigye, mint mi, hogyha olyan képességei vannak. És egyezzük meg, hogy azért ugye a férjed is egy roma ember. Igen. Ő is rengeteget tanult, és ugye hát tudjuk, hogy rendőrségen dolgozik. És ezek szerint akkor tud téged támogatni. Így van. Mi egymást támogatjuk. Így hála van. Istennek. Mivel foglalkoztok úgy általában a szabadidőtökbe? Szabadidőnkben? Hát a családdal, azt kell, hogy mondjam. Összegyűlik a család Bogyiszlón, és hát ott töltjük a szabadidőnket a családunkkal. Nagyon családcentrikusak vagytok. Igen. Feltétlenül. Nagyon. Jó. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Önöknek is köszönöm a megtisztelő figyelmet. Én is köszönöm. Kérem, tartsanak velem legközelebb is a példaképekben, itt a Tolnatáj Televízión.